Még azt mondják, nem a füstje, csak a nagy hegyeknek ködje. Felmenik én a nagy hegyre, annak is a tetejére. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Az erdélyi magyarok Tolna megyei közhasznú egyesülete minden évben szervezett megemlékezések keretében idézi fel a múlt történéseit 2012 óta. Két párzamos dolog fut itt. Ugye a Székely Nemzeti Tanács 2012-ben úgy döntött, hogy a Székely Szabadság napja az a március 10-e legyen, hiszen 1854. március 10-én végezték ki Marosvásárhelyen postaréten a székely vértanukat. És ennek az emlékére emlékezünk meg igazán minden évben március 10-én azóta. Igyekeznek a megemlékezéseket az ország több pontján is megtartani. Nekünk van két nagy szövetségünk, az Erdély Körök Országos Szövetsége, ahol ott is vezetőségi tag vagyok, valamint van az Erdély Bukovinai Székely Országos Szövetsége, és mind a két szövetség megpróbálja különböző nagyobb városokban ezt megrendezni. Az egyesület elnöke elmondta a székely autonómiával kapcsolatos törekvéseiket is, aminek állandó jellegét is kihangsúlyozta. Hát ez mindig élő azóta is, tehát amióta elindult ez a folyamat, aláírásgyűltés Brüsszel fele, és a székely autonómiát szeretnénk, mai napig is él ez. Összefogás, a békesség, ez mind benne van a székelyek elképzelésében. Nagyon sokan félreértik azt, hogy autonómia, hogy mi nem elfoglalni szeretnénk a székelyföldet, vagy visszakérni, hanem emberileg autonómiát. A rendezvényen a brassói származású Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke is felszólalt. A szabadságért folytatott harc azonban megedzi a nemzetet, és a bátrak összefogását eredményezi. A szabadságot soha nem adták ingyen, mindig meg kellett küzdeni, meg kellett dolgozni érte. A székely autonómia törekvés és az európai őshonok kisebbségek jogainak érvényesítése ma is embert próbáló feladat. Tudatában vagyunk a feladatunknak, ezekben az időkben is, és ebben az európai térben, ezért nem adjuk fel a harcot, nem hátrálunk meg. Bátran hisszük, hogy jogunk van a 21. században is nemzetben, székely szabadságban gondolkodni. Nemzetként kötelességünknek tartjuk az összefogást, hogy segítsük, bátorítsuk és biztassuk egymást. Az érdeklődőknek hagyományőrző kulturális programokkal, tánccal, élőzenével készültek.